Amit itt a kezemben látok, ez alapvetően egy versenyzők számára kifejlesztett lapát, ez egy karbon lapát, tehát nagyon-nagyon könnyű. És mint látjátok, a tolla az egy ilyen szabályos kanálformát formáz, tehát ez azt jelenti, hogy jó a vízfogással és nagyobbat tudsz vele meríteni, tehát elméletben gyorsabban tudsz vele haladni, ez is egy magas evezés technikát követel meg. Ennek a lapátnak, ami a trükkje, hogy a támasztás, tehát a vízen támasztás az egy kicsit trükkösebb vele, mint a túralapátokkal, hiszen ívelt a formája, úgyhogy ez egy kis gyakorlást igényel mindenkitől. Ezek a lapátok ugye egyenes nyílvel láthatók, van viszont az úgynevezett ergonomikusú erődő, aminek a nyele kevésbé terheli a csuklóizületet, ez egy ilyen híves görbített változat. Ez is egy köztes, magas és alacsony evezési stílussal is használható evező. Ugyanúgy karbon a nyele, tehát könnyű, a tolla pedig üvegszálas. Ugyanúgy kapható ezekből is full karbon, teljes karbon, ami még könnyebb. Tehát 6-700 g-os evező egy hosszú távú túránál az jelentős tud lenni, hogy egy evezőnek mekkora a súlya. Ennek az evezőnek talán 6-700 g, egy alumínium lapátnak akár 1 kg is lehet a súlya. És akkor, van itt egy igazi ínyentség, ami nagyon érdekesnek tűnik, és megmosolyogtató lehet, hogy pálcikával is lehet evezni, és pálcikával is lehet gyorsan haladni. Ez egy grönlandi típusú evező. Ennek a lényege az, hogy ez a felület, ez körülbelül ugyanannak a felület, annak felel meg, mint egy normál túralapát. Viszont félben kevésbé fogod megérezni, nincs akkor ellenállása. Vágyizületet kevésbé tereli. Skandináviában például a hölgyek előszeretettel használják ezt a típus levezőt, mert kevésbé tereli a vágyizületet. Ugyanúgy gyorsan lehet vele haladni, csak a frekvenciát kell itt növelni.